különösebb programmal, már csak azért se készültünk, mert a szülinapi koncertünk az egy ilyen nagyon kitalált, összekomponált valami volt, és most igazából annyi volt a koncepció, hogy egy elég veretős, táncolós, bulizós programot raktunk össze, tehát kivettük. Igen, a... Ez egy dinamikus, igazi dinamikus este koncert lesz. Bár most még nem látszik rajtunk, de ez pillanatokon belül meg fog változni. Nyilván vannak következő célok, de szerintem ilyen szempontból ez igazából egy folyamatnak a része. Kicsit a megkoronázása is, de pont azért, hogy ne legyen ez a katarzis utáni mélyrepülés, depresszió, meg szorongás, meg hiányérzet, így már a következőre koncentrálunk, tehát jönnek a klippek, gondolkodni kell egy csomó új dolgon, ilyen kreatív időszak van igazából most a zenekarban, végre letudtunk egy csomó olyan dolgot, ami ilyen stresszforrás volt. Kicsit, úgyhogy most egy kicsit nyugodtabbak vagyunk. Ma este kicsit le is vezetjük ezt a feszültséget szerintem. Nekünk, mint zenekarnak mindig kell egy következő cél. Hogyha van, akkor kimondott, ha nincs, akkor kimondatlan, de mindig kell valami új motiváció, hogy tényleg, hogy ne unatkozzunk, meg hogy ne legyünk depressziósak, és mindig legyen valamiért tenni. Most ez az elmúlt időszak ugye szólt az ötödik évről, a szülinapi koncertről, erről a mostani eseményről, és a jövő évre pedig ott van egy csomó más, tehát a turné hát következő lemez anyagának az előkészítése, úgyhogy mindig kell valami, és hát ez viszi előre. Nyáron forgattuk és összejelent meg a Faun című klipünk, amit Paul Hodzik Ádám rendezett. És így van. Végzős srác. Igazából ő keresett meg minket, hogy ő ezt a számot akarja meg filmesíteni, ez lenne az ő diploma munkája. Igen, gyakorlatilag ez történt, és akkor egy viszony... Hát összeültünk, volt egy ilyen kis közös agyalás, hogy mi tudunk elképzelni, nyilván egyeztetni kellett a mi elképzeléseinket, a megvalósíthatósággal, meg hogy így a végeredmény olyan legyen, ami mindenki számára kielégítő. Aztán volt egy pár forgatási nap, és igazából több szeretjük, hogy van ilyen egyáltalán, hogy... Hogy felvehetünk olyan ruhákat, amiket amúgy nem vennénk fel. Na! Jó. Szóval elmentünk egy... mi az a hadrégi ruhákat lehet venni? Turkáló. Egy turkálóba. Elmentünk egy turkálóba. Elmentünk egy turkálóba, és hát egy és turkáltunk. Pár óra válogatás után meg lett mindenkinek a világához illő szettje, a susogós melegítő, vagy a szőrme, kabát és hasonlók. És hát ugye arra mentünk ebben a klipben, hogy ez ilyen 90-es évek eleje. Alvilág. Igen. És hasonló. Blaha és környéke, mafia, stíló. 96. Igen. És igazából, amikor próbáltuk olyan turkálót keresni, ami egyébként nem a hagyományos értelemben turkáló, mert főleg ilyen jellegű ruhák vannak. És elég hamar, hát nem azt hiszem, harmadikra találtunk egyet, ahol a nő, aki volt, így értette, hogy mi mit akarunk ezzel, és akkor kipakolt egy több méter ilyen ruhát, és akkor ebből válogattunk. És ahogy a dal is elég formabontó, vagy legalábbis mi úgy gondoljuk, hogy kicsit más, mint az eddigi számaink. Így a klip is valamilyen szempontból formabontóbb lett. Oké, hogy nem váltottuk meg vele a világot, de hogy mondjuk tényleg más, mint amiket eddig készítettünk. Mert csak azért is, hogyha másért nem, önmagában az, hogy van egy hosszú zenei intro, az nem jellemző egyébként a magyar könnyű zenére, mert csak azért is, mert hogy mindenki azt várja, hogy érkezzen meg valami szöveg, ilyen avantgárd módon gondolkodunk, vagy azt gondoljuk, hogy nem baj, hogyha az emberek hallgatnak csak zenét akkor is, hogyha nem akarnak. Igen. Az volt a nehéz egyébként szerintem a klipbe is, hogy ezt az időt, amikor nem történik ilyen exakt mondani való, vagy nagyon konkrét valami, akkor azt kitölteni képi világgal úgy, hogy ne legyen unalmas. Már ezek nem tudom, hogy hülyeségeket beszélek, mert nyilván csomó ilyen elektronikus zene. Mi ezt nem tudjuk megmondani, hogy igazából nem, több buták vagyunk, fogalmunk is. Teljesen elfogultak vagyunk. Én nem, mert mondjuk... Csináltunk egy klippet, és ilyen lett. Igen. Most a színfaragott testét száraz törlász kapogód emlék. Színes ház darabot megnézel, lélek vár egy félelemben. Nincs már aki fennfél a lombon, tisztán engem télel engem. Fél álom szállják a lombon. Csepzetten szép ez a világ most, árnyékkal hozzuk a világot. Csepszem, csepp csillan a csalános, villámlik ébred a családod. Minden már nincs a mi szemébe, villámlik szerrem a szemébe. Igazság nincsen belésbe, az igazság nem lesz.
most nézd a tanult testő, elmost a szűkvaragott festő, szárosztől lázt a fogod emlék, színes száz darabot megnézel, lélek pár év véleletben, nincs már aki vettő alapot, tisztán mindent véleletben, félállom szállja egy alapot, sem fettem szép ez a világot, árnyékkal hozzuk a világot, csepp szem, csepp csillan a családos, villámlik éved a családot, minden már nincs, ami szemében, villámlik szemem a szemében. Igazság nincsen belisve, az igazság nem lesz lekés. Fog.